Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház! Lehet más a politika az elmúlt években is határozottan kiállt a gyermekéhezés felszámolása mellett. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 21. században gyermekeknek éheznie kelljen. Mégis ma Magyarországon több százezer gyerek étkezése bizonytalan az iskolaidőn kívül, hétvégén, vagy az iskolai nyári és téli szünet időszakában. Ez nem csak elfogadhatatlan, hanem szükségtelen is. A meglévő szociális gyermekétkeztetés programját kiterjesztve csupán plusz 8-10 milliárd forint hozzáadásával egy gyermeknek sem kellene éheznie az iskolaidőn kívül sem. Az LMP kötelező önkormányzati feladattá tenni a rászoruló gyermekek étkezésének egész éves biztosítását, ehhez 100%-os állami támogatást biztosítanánk a települések részére. Ez a költség tehát csupán néhány milliárd forint egy kis stadion árából finanszírozható. Az MSZP javaslata hasonlóan a gyermekéhezés felszámolását szolgálja az osztalékadó radikális megemelésével. Az LMP önmagában nem ellenzi az osztalékadó emelését, de az ilyen hirtelen és durva változtatásokat nem tartjuk szerencsésnek, nem tesznek jót a gazdaságnak, lévén egy kiszámíthatatlan gazdasági környezetet teremtenek. Számunkra nem egyértelmű, hogy az igazságtalan jövedelemelosztási politika hibáit ezzel a javaslattal korrigálni lehet-e. Az sem egyértelmű, hogy a gyermekétkeztetés forrásait meg kellett címkézni. A gyermekéhezés felszámolását általános adóbevételekből, univerzális politikák és speciális célzott programok segítségével kell elérni. Mindemellett az LMP támogatja a javaslat tárgyalássorozatba vételét, a célokkal egyetértünk. Ugyanakkor az eszközöket, amennyiben tárgyalhatunk a javaslatról, módosító javaslatokkal finomítani feltétlenül szükséges. Köszönöm a szót!